Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Ez itt az Eskügyári, az új műsorunk, amiben a ti tuning autóitokat fogjuk átnézni, kielemezni, megszakérteni. Ebben segítségünk lesz Ágó Béla, okleveles járműmérnök és Formula 1-es gépátvevő. Úgyhogy ha szeretnétek erre jelentkezni, akkor a leírásban van egy link, és ott egy űrlap kitöltésével ezt meg tudjátok tenni. Aztán lehet, hogy magatokat fogjátok itt visszanézni. Így van, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és már kezdünk is. Nézd Béla, egy Audi. Ó. Oh. Igen. Már a tekintetemet más kötötte le. Igen, a kékfék. Igen. Szervusz. Sziasztok. Köszönjük, Szia. Hogy jöttél. Mesélj, mit hoztál nekünk. Ez egy Audi S6 C4-es karosszériával, 96-ból, a 2.2-es 5-hengeres 20 szelepes turbomotorral, összkerékhajtással és egy 6-os kéziváltóval, némi motortérben történt módosítással. Ne szaladjunk ennyire előre. Azt mondod, hogy mi köt téged ehhez az autóhoz, és mióta dolgozol rajta? Azért már nem egy pályanapon futottunk össze. A családban 2003 óta van ennek a típusnak a dízel változata, az a konkrét autó még mindig nálunk, és hát mondhatjuk, hogy én ilyenben nőttem fel, és innen a kötődés. Ez az autó 2020. október óta az enyém, és azóta dolgozgatok rajta. Ez már nem a első felállás, volt már ebben légrugó is, és kicsit ilyen kiállítós autósabb megközelítés, de úgy éreztem, hogy inkább autózni akarok vele. Nagyon jól éreztem. Mint nagyon közel menni a földhöz, úgyhogy egy felnyi mérettel visszább mentünk, és került bele egy olyan futómű, ami inkább arra való, hogy autózzunk. Mi a te háttered ehhez az egészhez? Van valamiféle műszaki végzettséged, vagy puszta lelkesedésből tanulsz, aztán vagy sikerül, vagy? Én nekem villamosmérnök végzettségem van, aminek amúgy nem sok köze van az autókhoz, de csak érdekeltek mindig is. Nincs a családban sem autós kötődés, hogy igazán ez megfogott. És érdekelt régóta. Kipróbálsz valamit, és ha jó, akkor hagyod, vagy fejleszted tovább? Hát attól függ, mennyire bizonyosul jónak. Mindig azon lepődök meg, hogy nagyon kevés magyar nagyvárosban van villamos ahhoz képest, hogy milyen sok a villamosmérnök. Nem csoda, hogy autókkal foglalkoznak, inkább sok a szabad kapacitás. De szóvicből annál több van. Egyébként elektromosság ebben bőven van, tehát a villamosmérnöki tudásodat azért vannak abszolút. Olyan helyek, ahol tudod használni azért. Abszolút. Az építésnek a nagy részét én csináltam, és a kábelezés részét az egészben, és itt elég jól jött az ilyen irányú ismerettség. Sarokszámokat mondj nekünk. Az autó méreteit, vagy teljesítmény? Teljesítmény. 404 lóerő és 472 Nm keréken mérve. Kereken mérve, és itt ugye van egy derejes hajtáslánc veszélyiségünk. Bizony, valaminek kell lenni ott, igen. Igen, tehát ez meg van fújva, nagyon meg van fújva, ha jól értem. Induljunk el akkor, egy egyessel öved van. Mégis jelez a kézifék, de pedig nincs behúzva. Kuplung érzés az nagyon... Ó, a kormány milyen könnyű! Pedig mennyi súly van ott? Kuplung az elég kemény. Váltó könnyű. Folyamatosan változnak a tereptárgyak. Körülmények, a tereptárgyak. Húz-e alulról? Húha! Nagyon szépen felújjelzik a lefújószó. Innen akkor nézzünk. Hát, szerintem van turbójuk.
Kérni fog egy egyest. Kérni fog egy egyest. Nem is rövid az áttétel, úgy látom. Egy dízelváltó van rajta, ha jól tudom. Dízelváltó? Ja, mert hogy a, talán az eredetileg ez nem volt ilyen 5-e vagy 6? Igen, összetörte azt hiszem a legutóbbi kapucspálya. Hőmérsékleten rendben vagyunk. Váratlan fordulat volt. Nem gondoltam volna. Igen. Jó. Kettesben nem akar fölébredni, vagy legalábbis úgy, ahogy én csinálom. Ó. Ez a hang, ez nagyon. Semmi nem szól úgy, mint az 5-hengeres motor. Nem olyan konvencionális, mint a 4-hengeres. Nem igen. Olyan sejmes, mint a 6-hengeres. Ez olyan állatias. Ez olyan állatias, mint az 5-hengeres. És csak az 5-hengeres ilyen. És nem is mentünk vele. Éreztük, hogy irányítható, hátul, mintha lenne valami kattogás, azt majd kinyomozzuk mi. Fékezésre egyenesen megy. A kormány nagyon jól irányítható. Figyeld, megőrülsz! 3D nyomtatott bele. Egy úgy kinéző... Egy befúvóra igen. Emlékeztető műszerkonzolt. Így van. Rendes elmebetegség. Rendes elmebetegség. Szinte szavakat se találok, mert ez olyan szokatlan, de nagyon jó. Igen. Van egy kis turbójuk, a kicsit lehet, hogy még azt erősebben is mondhatnám, de egyébként... Na most mehet egy kis... 5000 fölött. Menjünk át az üzemmódba. Egy kis ALS-t éreztünk. Most hagyjuk lehűlni. És utána majd leállítjuk. Ja, melegszik. Tehát ez a 95-6 fok az még ez mindent csinál. Ez nagyon könnyű össze-vissza nyomkodni szegényt. Hogy lesz nem off? Nem is tudom, így most off. De hogy most miért lett az világos, az például fogalmam sincs. Így, és akkor így van 4500-nél launch. Akkor megtartja a négy. De ez egy quattro, tehát hogyha itt. Felteszem, ha elindulsz így, akkor le tudja tenni az erejét. Igen, és érzed a gyorsulást. Igen, kirágja az agyadból a gondolatot. Hagyjuk meg, hagyj hűljön le. Öt henger. Sor 5 henger, 2 vezérműtengely. 20 szelep, vagy 20 volt. Ez a korai elektromos autókísérletnek az egyik félrecsúszott változata. Szóval ugye a sor 5-nek 360 osztva 5-tel 72 fokonként van a hengerosztása. Ez adja azt a gyönyörű hangot. Habár nem mindegyik autón halljuk egyformán a szívó vagy a kipufogó oldalt, ennek szerintem mind a kettő oldala gyönyörű. Nagyon jellegzetes amúgy, hogyha kihúznánk a főtengelyt és szemből belenéznénk, akkor egy szabályos ötágú csillagot ad ki. Így igaz, így van, pontosan. Tehát ugye a nagy fordulatú sportautókban a flat plane a jellemző megoldás, a sík forgatjú, a utcai autók nagy része az crossplane, ha jól tudom, vagyis hogy keresztül, itt viszont ugye a páratlan hengerszám miatt egy ötágú csillagot ad ki. Amit mondtál ugye az a V8-ra, igaz, ez egy kis motor, de azért ez szívünkhöz nagyon közel áll. Ugye minden az első tengely előtt van, hát ezt már láttuk. És ehhez... Bocsánat, csak azt szerintem nagyon fontos, egy gyártó akkor tud autót eladni, hogyha van egy jól behatárolható identitása. És az Audi identitásának ez az alapja. Én azt gondolom, segített. Az 5-hengeres turbomotor meg a quattro, mert a BMW-ről mit tudunk, hogy az nagyon sportos, a Mercedes az nagyon kényelmes, az Audi meg az, amelyik a rally pályákon jön és tüzet okád. Igen, kényszer helyzet volt ugyan, kényszer megoldás, mert az első kerékhajtású modellekben valami presztízst úgy tudtak
belelopni, belerakni, hogyha még egy hengert hozzátettek, 5 henger lett, lehet lökettérfogat, könnyebben el tudtak nagyobb lökettérfogatot érni, de megmaradt az az elv, és még ez mindig érdekes, hogyha megnézed, a kormánymű a korabeli autóktól is eltérően, de a maiaktól aztán végképp a váltó fölött van, tehát elég magasan van, és 2 hosszú kormány összekötő megy ide középre. Az a kormány összekötő? Ez itt a kormány összekötő. Jézus! Így van, és az pedig maga a kormánymű, nyilván szervós rásegítésű kormánymű, és hát ugye itt adódik, akkor minden a váltó fölött van, első kerékhajtásunként is működhet, ha pedig kell hátra a hajtás, akkor mehet hátra is, de talán te láttál már ilyen Audit, amiben terepgumik voltak, és összkerékhajtásúból átvetett hátsóra. Na, de gyönyörű, van egy óriási turbónk, ott is egy egyedi készítésű leömlő, vastag talppal, ez talán még eredetinek néz ki ez a... Audi és Volkswagen logóval rajta. Így van. Ennyire archaizáló alkatrészre nem számítottam, hogy így ilyen léptékű tuningnál még maradhat a helyén. Ez egy vészgét. Így van. Ami a kipufogó gázok, mondjuk a fölöslegnek az elvezetésére szolgál, van benne gondolom akkor egy lambdaszondával vezérelt, és ez egy széles sávúnak látszik, motorvezérlő, és akkor itt van a hideg oldal, ami sajnos már szerintem ez egy picit melegszik, ha bár kaphat azért ez levegőt. Leginkább alulról. Igen, igen, leginkább alulról, de mégsem talán annyira optimális helyen van az egész, mert a hősugárzás miatt ezen is átmegy egy kicsit a meleg, hőálló ugyan, kell is ide a hőállóság, de például hullámos a belső része, itt azért egy viszonylag nagy törést látunk. Erről egy kicsit beszéljünk, erről a csőről, mert ugye mondjuk, hogy a fékhűtésről lenne szó. Az, így van, tehát ennek valószínűleg az az eredeti felhasználási területe, tehát egyrészt hőálló, másrészt meg tudod hajlítani és nem törik össze, tehát megtartja az összkeresztmetszetét, ugye kívül kisimul, belül egy kicsit redősebb lesz, és nagyon szépen alakítható bárhova, itt a nagy meleg miatt nyilván kell a hőállóság. Igen, ugye amikor ennek az autónak megtervezték szerintem az alapanatómiáját, amikor kitalálták, hogy ebből az anatómiából kell csinálni sportmodellt, akkor a hogyan oldjuk meg kérdésre nagyon sokszor lehetett az a válasz a menedzsment részéről, hogy ahogy tudjátok. Tehát ez már eleve itt meghatározza a helyi kihasználást, és amikor ilyen szintű tuning jön szóba, ilyen mértékű teljesítménynövelés, akkor már nagyon problémásá válik az elhelyezés, mondjuk egy légszűrőnek. Itt a helyszűke, pontosan itt a helyszűke a legnagyobb dolog. Vannak hűtői, ahogy néztük, a vízhűtő az talán széria, van egy kicsit nagyobb intercooler, előtte meg még egy klímahűtő is, tehát itt elég zsufi, hogyha a lökhárítót nézed, azért nem sok hely marad az autó elejétől, de az egészre ez a jellemző, hogy tényleg tele van, mert minden a tengely előtt van. És hát sajnos mondjuk ki, ezért a forró hűtő és a még forróbb leöblő közül vesz levegőt a motor. Igen. Tehát ezen biztosan lehetne javítani. Ez a cső is egy vízcső, ez is hozzá van kötegelőzve ugye a szívó oldalhoz. Talán ez is tud átadni meleget egyértelműen. Lehetne. És a benzin. Mi történik, ha túlmelegszik a benzin itt? Felléphet kavitáció? Hát nem is a kavitáció, de a benzinnek a hőtágulási együtthatója az többszöröse például a vízének. A vízzel úgy nagyjából barátságban vagyunk, tudjuk, hogy mennyit tágul, a benzin sokkal többet. Tehát ha a benzin térfogata így ezáltal megnő, a tömegáram csökken, akkor azzal nagyon utána kell menni, és elképzelhető, hogy amiatt, hogy nagyon kitágult a benzin, nem vagyunk képesek a megfelelő lambda érdekében utána menni a meleg benzinnel. Persze jobban párolog, sok minden okosságot lehet hozzám tenni, de ugyanakkor nem nagyon hűti a motor belsejét, a szelepeket, a szívócsatornát, ahova jutnia kellene. Tehát ha az hideg, illetve leginkább egy állandó hőmérsékletű, akkor jól járunk. De a melegtől úgy látom, nem jártunk messze, mert itt megvannak a nyomok is. Igen. Ilyen, kész. Azért itt van egy nagyon szép spagetti leömlő. Nem olyan, mint mondjuk egy hangolt szívó motoron, de nagyon igényes munka. És hogy miért kell ezeknek a csöveknek így állnia? Van itt a gázlengések vagy a feltöltő szempontjából bármilyen szerepe, vagy egész egyszerűen ezt így adja ki ilyenkor a hely? Természetesen az lenne az optimális, ha a 72 fokos osztás, amiről beszéltünk, egyforma lengés hullámok érnék el a turbinának alapátozását. Tehát ezeknek egyforma hosszúságúaknak kellene lenni, helyszűke van. Én úgy látom, hogy ezt azért meg tudták valósítani. Nyilván a
ívek azok eltérőek, amiatt, hogy egy helyre kell bejönni, de talán a hossza jó, és akkor tudjuk azt elérni, hogy a lengés hullámokat, azokat a gáz tömegáramokat, amik kilépnek a hengerből, egyformán tudjuk hasznosítani, ne egymás ellen dolgozzanak, hanem szimmetrikusan hajtsák meg a turbinát, és hát a vele egy tengelyen levő kompresszor kereket is. A nagyon meleg oldalt megbeszéltük, most nézzük meg a szív oldalt, mert ott is vannak szép fém alkatrészek. Hát az évjáratról beszélünk, akkor... Akkor ennek nem kéne itt lennie. Például, igen. Ez egy elektronikus pillanat. Így van. De azt hiszem a mai korszerű motorvezérlőknél ez kell, tehát elvárás. Egy ALS, egy rajtprogram. Gyakorlatilag szinte sokkal könnyebb az egészet megoldani ezzel, nem beszélve arról, hogy a részterhelésben tudunk olyan pillangószelep állást adni, ami nagyobb teljesítményt ad, mint a padlógázas, vagy tehát a teljesen nyitott pillangószelep állás, hát ott is van még egy-egy előnye. Van egy jó kis lefúvószelepünk, ez ugye kell is, meg showelem is, tehát mind a kettő együtt. De ahogy és nézem, ez gyárinak tűnik. Nézem a vészgétet, nézem, hogy az egésznek van egy ilyen kis dust boat hangulata. Ganz genau, ja. Ja. Igen, tehát azok eléggé korhű az eleve, ez is olyan formájú, nem a fancy japán stílus. Itt is látok egy kis industriális hegesztést, ott egy... Parter gázlecsapatót látsz, pontosan. Pontosan, és ebben is vannak terelőelemek, amiről beszéltünk, tehát bele van a tetejébe hegesztve olyan terelőelem, hogy a bejövő innen egy helyről, innen a másik helyről bejövő kénytelen legyen lefelé elmenni, nem tudom, hogy oldalról is vannak-e benne lemezek, és ami ott megülepszik az aljában, van is itt benne ugyanúgy egy szintjelző, vagy kémlelő. Egy kémlelő, és a szellőzés, a tényleges szellőzés már a leválasztott olajjal pedig távozhat. Azt mondta a tulajdonos, hogy ennek az autónak a gyári teljesítmény 230 lóerő volt, most keréken mérve 404, tehát megadhatjuk neki, hogy főtengelyen a duplája, pont. Az eredetihez képest. Az eredetihez képest. Én még fölé tippelném, tehát a 460 fölé tippelném, hogyha a hajtásláncot itt végig kéne elemezni, inkább több. Hogy befolyásolja ez a kartergáz képződést? Elsősorban az illesztéseknek múlik, hogy a mennyi jut át ugye nyilván a dugattyú és a henger között. Nem csodálkoznék, ha ebben nem lenne számottevő dolog egy normál használatnál, viszont ha megnő a nyomás, tehát tényleg kihasználjuk, ami benne van, maximális feltöltési nyomás, óriási térfogatáram, nagy hőmérsékletek, akkor biztos képződik, és hát ezért nincs visszakötve a szívó rendszerbe, hanem a... Itt még egy érdekes dolgot fedeztem fel, ugye a főfékhenger nagyon gyárias kinézetű, és ha mögé nézel, akkor nincs a klasszikus vákumos fékrás. Nincs ott a dob. Így van. A labda. Ugye a korabeli autóknál, a turbóknál, és az Audinál tényleg már a 80-as évek végétől az volt a megszokott, hogy olajnyomással segítenek rá a fékre. Tehát nem a vákum, hiszen túlnyomásos esetben nincsen vákum, hanem egy külön hidraulikus nyomás segít neked a fékpedálban, fékpedál nyomás akkor, hogy kialakuljon a kellő féknyomás a kerekekben. Nem mondom, ezt még nem is láttam ilyet szerintem. Van egy-két autó, ez a 80-as, 90-es években ez teljesen bevált volt, hogy a fék rásegítést így oldották meg, a Fordoknál, Escort, Cosi, stb. Ez volt a megoldás. Ugyanúgy van benne ABS, tehát a többi része utána az minden változatlan, de a rásegítést olajnyomás adja. Értékeld, kérlek. Két pozitívum, két negatívum. Úgy van. Én inkább kettő-egyet mondanék rá, ott a levegőt azt átalakítanám, a motornak könnyebb lenne az élete, ha hideg levegőt tudna beszívni, így van, a vízhűtő is kevésbé dolgozna, meg én megóvnám azt a drága motorháztetőt, hogy esetleg még oda egy hővédő lemezzel nem csak a színét, hanem hogyha esetleg az ott deformálódik, vagy kívül a lak festés sérül, akkor bizony költeni kell rá. Amúgy szerintem látszik, hogy ez elég jól át van gondolva. A nincs hely az folytatódik itt lent is, viszont azt mondta a gazdája, hogy Olaszországból jött, ami megmagyarázza a rozsdamentességet. Alapvetően nem egy... Meg nem egy rozsdásodás, ahogy van. Így van, de azért egész jó állapotban van, és látszik, hogy a használat ellenére van jó állapotban. Na most megint de visszajutunk oda, hogy hol tartott a világ akkor, amikor ezt az autó alapját kitalálták. Látod ezt a keresztlengőkart, és a nevezzük a kitámasztás, a háromszöge, az a
kanyar stabilizátornak az egyik karja. Tehát végtelenül le van egyszerűsítve, fönt van egy McPherson rugóstagunk, és ennél egyszerűbbet nem tudsz elképzelni. Tényleg a váltásnál jött az a komplex első futó, így van, a négy ötlengőkkal, plusz az irányítókkal. Ehhez képest ez végtelenül egyszerű, egy nagyon masszív alsó kereten van ez a része, és teljesen megfelel a célnak, lehet jobb persze, sokkal nagyobb áron. Én azt mondanám, az lehet, hogy nem gyári. Igen, uretán szilent. Uretán. Itt látszik egy kicsit a fék is, de arról majd később. A szimmetria adódik megint, tehát, hogy itt a középen van nagyjából a motor, és akkor a két féltengelyre kimegyünk. Zsufi van. Itt beszéltünk ugye a fékrásegítőről, illetve a szervóról. Ez a hidraulika tartály, vagy labda, vagy gömb, ugye, amiben a fékezésnél tárolódna a nyomás, tehát hogy ha véletlenül kimarad a szivattyú, akkor is legyen még esélyünk egy-két fékezésre. Jó nagy alul olajteknő, látszanak a csövek, minden oké, olajcsere, easy, indítómotorcsere, talán még egyszerűbb. Bocsánat, ez általában egy gyári Audi cső. El tudom képzelni. Ez nem egy kerti slag, ez egy gyári Audi cső, azt mondtad, hogy nem biztos, hogy így vezették el. A DIN normának megfelel, biztosan. Olajhűtőnk is van. És az olajhűtő, arról kérlek, hozd meg a gondolataidat. Rejt kockázatokat, de úgy látszik, hogy sérülésmentes. Tehát azért, ha azt is gondoljuk, a valóságban úgy látszik, hogy bevált. Tehát dolgozik is valószínűleg, és még a sérülésektől is viszonylag meg van védve. És itt az is egy, nem tudik gyárnak ez igen, az elem. Igen, ez úgy látom egy kivágott elem, egy valami lézervágott vas, és ki van cserélve a gyári motortartóba egy szerintem a Ladán is használt, Ladák sok közé körében is használt ifafülketartó bakra. Biztos nem értik, hogy miért van ilyen forgalom ebből az alkatrészből. Igen, mindenki ifázik még. Legjobb. Igen. A katalizátor, hajtás, a középdob. Igen. És akkor eljutunk a diffibe, ami a hátsó diffi, ugye megnéztük, zárható. Egy jó nagy szerkezet, ami alapjában azért jó, mert jó messze vannak egymástól a szilentek. Ezáltal relatív puha szilenttel nagy nyomatékot föl lehet venni. A puhaság meg azért jó, mert nyilván akkor nem, a rázkódások nem jönnek át a karosszériára. Na, a futómű hátul ugye az már egy kicsit jobb szerkezet. Mit látunk itt? Hát ez egy olyan, mint egy lassan megvezetett harántlengőkar, de van neki egy felső megtámasztása. Pontosan. Gondolom. Tehát ez egy lengőkar, egy nevezzük majdnem háromszögi lengőkarnak, aminek az egyik pontja belefut a csonkálványba, de a csonkálványnak egy másik pontja pedig a hátsó részén levő csuklóba csatlakozik. Tehát a csonkálvány ehhez a lengőkarhoz két ponton meg van támasztva, ami azért jó, mert jó, ez volt az üvegtigrisben, itt meg azért jó, mert a reakció nyomatékokat a lengőkar saját magában fölveszi. Mind a gyorsítási, mind a fékezési nyomatékokat, és ugye fönt a kerékdőlés szabályozásához van még egy bekötés, szinte ami ugyanúgy, is teherviselő elem. Ami így van, alig kap az erőből, de az felelős például a kerékdőlés beállíthatóságáért, és úgy látom, ott egy jobban menetes rész szerepel. A színösszeállítás szerintem mindenkinek elmondja, hogy miről lehet itt szó. Egy jó sárga rugó. Így van, a lila rugó tányérra, pontosan. Itt is segédrugó van fölül, alul pedig miért a fölül van a segédrugó? Én mindig úgy találkoztam a segédrugóval. Ezen én is most elgondolkoztam, hogy azt miért oda tesszük. Alapvetően, ha fönt van és össze van nyomva, akkor rugózatlan tömeg. De, mivel most ki van rugózva a futóm, és látod, hogy az a segédrugó továbbra is össze van nyomva, az úgy ott nem jó. Az most semmit nem csinál éppen. Nem segít abban, hogy jó legyen. A fékre itt megint rá tudunk nézni, de erre visszatérünk. Ugye van két féknyergünk, kézifékkel külön, illetve a hidraulikus féknyereg alól, és itt azért van egy pár átalakító elem, de egész szép kivitelezés. Azt, ha jól látom, ott a konzol lemezből készül. Konzol lemezből, ugye ez ilyen irányú nyomatéknál nem feltétlenül pontosan probléma. Nem probléma, az kellően erős. Én is vékony lemezből csináltam a féknyereg tartómat, mert tökéletesen megfelel a célnak. Hú, azért igen, kellenek azért szilentek, van itt mindenhol minden. Mindenhol szép sárga vagy piros szilent világi. Így van. Értékeled, amit láttunk itt az autó alján? A kipufogó nagyon tetszik, és szerintem az tartós is.
Ott a rugólengés csillapítónél már tudnék egy kis javítást elképzelni. Tehát például mit? Hát a segédrugó, mondom, most kirugózásban is össze van nyomva, tehát az lényegében nem funkcionál. Én azt gondolom, hogy a lengés csillapító most kiütközés, tehát szélső állapotában van, és itt a rugónak kellene, most kellene működni a nevezzük segédrugónak, mindenki más kifejezést használ a kis rugóra. Ezt szerintem át kéne gondolni, hogy ott mi nincs jól, mert így pont nem csinálja azt, amit kellene, hogy kanyarban, amikor mondjuk így tehermentesül a kerék, akkor adjon még kirugózási úthozt, viszont berugózáskor pedig a nagyobb főrugó, nagyobb rugómerevségű főrugó miatt kellően kemény legyen az autó. Ez már egy nagyon jó ergonómiájú autó. Ez már kéne. Mindig elfelejtem ezeket a régebbi autókat, hogy milyenek is voltak, és ez azért azt hiszem, hogy akár minőségben, összeszereltségben, illesztésekben teljesen jó, és olyan jó érzés beleülni. Igen, mert az ergonómia alapelvek, hogy mit akarsz magad előtt látni, mit akarsz magad körül érezni, az nem változik, hiszen a biológia ezen a szinten viszonylag kötött. Így van. Kezed, így van. Lábad, fejed ugyanott van. Több generáció alatt változnak. Igen. Csak a méretek, itt nem erről van szó. Igen. No. Technika. Technika. Az autónak akkor most van egy standalone motor vezérlője. Így van, és ennek itt bal oldalon van egy kijelzője, ezt az előbb meg is néztük, és tényleg a minden is benne van, a hűtőfolyadék hőmérséklet, olajhőmérséklet, itt utalok megint arra, hogy gyanúsan egyforma a két érték, tehát természetesen van benne valami hőcserélő, a lambda szabályzásnak a korrekciós értéke, a maga a lambda, és hát tényleg még millió olyan dolog, ami szükséges ahhoz, hogy jól működjön egy ilyen motorvezérlő. Na, szerintem elárulhatjuk, hogy egy max-ekut találunk benne. Mint egy jó árértékarányú megoldás egy, alapvetően. Így van. Egy kis fordulatszámjelző, egy kis nyomásjelző, sebesség. Úgyhogy elég sok minden, throttle position is van benne. Nyilván gyújtással működik, az most csak az 5%-ot írja ki. Igen. Nagyon szép, amúgy tényleg ez tök igényes megoldás, hogy beépítették ezt a műszert. Meg hogy rímel a dashre, és ami, nem tudom, hogy előbb figyelted-e, amikor ezt az autót beindított, 375 ezer kilométert mutat, ami egy valódi érték. Tehát nem ez az autó gyári műszerfala, ez egy amerikai piacos műszerfala egyéb okokból, mindegy, de hogy a gyári érték, tehát azt az értéket írja ki, ami az autó valós futás teljesítménye, és nyilván a motornak van egy épített belseje, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez egy a teljes futás teljesítményét így, de ettől függetlenül ez itt körülöttünk egy majdnem 400 ezeret futott autó. Igen. A gyári teljesítmény duplájával gyötörve. Nem volt olcsó autó ez, amikor megjelent, egy S6-os. Nagyon nem. Tehát valóban mélyen a zsebbe kellett nyúlni, de azt gondolom, hogy akkor is egy jó befektetés, vagy nem is befektetés, egy jó módja volt a pénznek az elköltésére. Ez még ma is élmény. Nem mondhatom, hogy future classic, mert már ez az. Mostanra az, de azt hiszem, hogyha találnak ilyen példányokat még az emberek, akkor ez egy érdemes vásárlás lehet. Teljesen jól érzem magam benne, nem érződik benne az a rengeteg év. Pályáznád? Nekem ez nehéz autó. Meg az anatómiája sem a legjobb ehhez. Nem biztos, hogy olyan rossz, mert ha egy nagyobb a pálya, akkor már úgy körbe lehet találni egy Hungaroringen, meg van hozzá teljesítménye. De én valahogy az ilyen icili-piciri autókat szeretem. Nem azt mondom, hogy ez egy autóbán cirkáló, de akár az is lehetne. Megvan ennek is a helye, ahol jókat lehetne. Szerintem jókat lehetne vele gyorsulni. Tényleg egy nagyobb pályán, egy Hungaroringen ott már jót lehet vele menni, még élvezetesebbet, hiszen le tudja adni a teljesítményét. Meg hát is a hajtást azt ne is hagyjuk ki a képletből. Tehát nemrég esett itt az eső, de szerintem most is tudna még gyorsulni ezen a vizes talajon. És itt van még a diffizer. És minden másra. Ott minden másra volt a diffizár, és hozzá egy annyira szép ilyen, hát még szintén inkább 80-as éveket idéző visszajelző, pedig ez már vastagon a 90-es évek terméke. Pontosan, szerintem ez az első 80-asokban is még ez a fajta megoldás volt, amikor létezett már ez a kapcsoló, hogy tudtad zárni a hátsó differenciál művet, és akkor az tényleg nem a irányíthatóságot segített, csak kijuss a bajból. Így van. Ha elakadtál, akkor elmentél ezzel síelni, lehajtottál így egy saras földútra. Úgy. És már a quattro sem tudott mit csinálni, ugye azért azt tudni kell, hogy ez le tud átlózni. Tehát a torzen középrész az,
az a tengelyek közti nyomatékosztást segíti, sajnos a kerekek közti nyomatékosztást az ebben az autóban az ugyanúgy két nyitott diffi lenne, hogyha... Nem lenne ez a gomb. Legalább koncernen belül maradtunk. Jó mondod, hogyha hihetünk a matricának. Szerintem egész jó féke volt ennek az autónak eredetileg is, de itt még próbáltak egy picikét javítani. Amikor megláttam, mert ugye a felnén egész jól átlátszik egyből, az volt a kérdésem, hogy vajon egy ormotoros autóból származik-e, tehát... Tényleg? Cayenne, bármi olyan, ami nem farmotoros, vagy középmotoros, mert ott nagyon eltérő a tengelyterhelés, ezáltal azok a fékek igazából nem lesznek jók egy ilyen ormotoros autóhoz. Na, mit látunk itt? Hát azt látjuk, hogy van egy 6 dugattyús féknyergünk. Ha jó infókat kaptunk, és miért ne kaptunk volna, akkor ilyesmi van a ti kis... Egy Cayenne Turbónak a féke. Egy Cayenne Turbóban is, vagy még több ilyen más autóban. Akárhogy is számolom, itt azért 7-800 kilóval kevesebbet kell fognia. Pontosan, és ezen kívül még a tömegközéppont lejjebb van, súlypont klasszikus nevén, magyarul kevésbé terhelődik előre, a hátsó fék is kiveszi a dolgát a munkából. Amellett, hogy esztétikailag is mutat valamit, nagy szerepe van abban, hogy a fék betétekről a megégett, felkeményedett részt leszedi. És a betét kopás ezeknek a kis elemeknek az esztergálása miatt látod is, hogy a tárcsa felülete azért követi ezeknek a furatoknak a helyzetét, tehát abból egy kicsit hullámos, viszont semmi válla nincs, se kívül, se belül, teljesen rendben van. Ennekben még van egy kis kilométer. Az alulfékezett autókon, tehát amiken nincs elég nagy fékteljesítmény, a megterhelés, az ott szokott látszani, hogy mindenféle érdekes elszíneződés, ilyen kagylós minták megjelennek a tárcsán. Égés. És véletlen tudom, hogy ezt az autót szokták versenypályán hajtani, és hogy jól méretezett a fék, én legalábbis így fotelfizikusként azt gondolnám, hogy mivel nincsenek rajta mindenféle gyanús égésnyomok, meg elszíneződések, hogy még a versenypályás megterhelés mellett sem károsodik a tárcsa. Pontosan, az is, és amellett már látszik, hogy ebben van kilométer, tehát ez nem annyira új, hogy ez tegnap lett volna föltéve. Így néz ki ez a kicsike kis féknyereg. Erre mindig kíváncsi voltam, hogy ezek micsoda. Ez a rezgések elkerülése érdekében van, tehát ez egy elhangoló tömeg. Ó! Nagyszerű. Nyilván mennyi? Ez rögzíti, ez is a magas frekvenciás rezgések elkerülése. Nézzük meg, hogy milyen konzollal lehet felrakni egy ilyen féket, ezt talán googoljunk le, ha lehet, mert engem nagyon érdekelne, hogy aha, hát itt viszont... Itt viszont konzolra nem volt szükség. Nem volt szükség. Tehát a csavartávolság megegyezett, és ha jól látom, csak a tengely irányban, vagy hát oldal irányban van egy kis hézagoló alátét, és akkor a féktárcsa, féknyereg közepére esik. Tehát pusztán ennyit kellett tenni. Az, hogy a menetek megegyeztek, vagy nem egyeztek meg, azt innen nem látom, de úgy látszik, hogy a csonk állványra ez a féknyereg illeszkedik. Tehát 30 éve körülbelül ugyanezt a csavartávolságot használják a Cayenne túlmutás. Ferdinand Tieck nagy koponya volt, és ugye nála a platform stratégia nagyszerűsége nem abban állt, hogy nagyon jól fel tudták skálázni a gyengébb járműveket komolyabb holmiknak, hanem hogy először kifejlesztették a komoly autót, majd utána a technikát leskálázták polgári szintre. Polgári szintre is, így van. Tehát látod, itt is egyszerű elemekből, kevés elemből épült egy nagyon jól használható futómű. Az egyik kedvenc példám a Lamborghini Gallardo és az Audi R8, hogy az R8 az nem egy átmatricázott Gallardo. Így van. Hanem a Gallardót megcsinálták nagyon jóra, és abból csináltak egy olcsóbb, valamivel olcsóbb Audit. Ami még továbbra is egészen jó. Ami továbbra is fantasztikus, így van. Hátsó fék. Oh. Na. Ferrari, láttam utoljára ilyet. Ah. Itt meg van egy négy dugattyús merev nyerges fék, ugyancsak Porsche matricával. Ebben nincs rögzítőfék, ezért felhasználtak egy másik nyerget a rögzítőfékre. Ebben nincs hidraulikus csatlakozás, tehát ez csak a mechanikus... A hagyományos Bovdennel működik. Így van. Beszélgettünk erről, ha jól emlékszem, Passat, ha minden igaz, tehát valami koncern termék ez is, és ez is széria, ez is egyszerű. Egy picit probléma nyilván az, hogy a tömege van.
Tehát rúgózaton tömeget helyez. Ez itt most egy szükségmegoldás, mert máshogy egyszerűen nem megoldható a kézifék, vagy így el tudunk érni egy nagyon jó fékhatást és egy nagyon jó kézifékhatást. Mi az ok, hogy ezt így kell megvalósítani? Eldöntjük, hogy felteszünk egy jó nagy Porsche féknyerget, de a Porsche-nak a féktárcsájához belső dobfékes rögzítőfék van. Ennél meg nem volt. Kellett rögzítőfék. Úgyhogy ez egy mondjuk így kényszer megoldás, abból a jobbik megoldás, egy viszonylag könnyű, de mégis van valami tömege, amivel rögzíteni tudod az autót. A gyári kézifék Bovdennek tűnik ez, lehet, hogy nem itt jött el, de nagyjából úgy tűnik, és a gyári működtető mechanizmussal. Tehát ez így pontosan jó, egy kicsit kívül fog, ez soha nem fog elkopni, hiszen ez nem működik. Ez kényszer szülte, de egy jó megoldás. És ha jól láttam, ugye azt bentről néztük, hogy lemez konzol készült. Igen, hozzá. Hiszen abban az irányban a lemez az nagyon jól terhelhető, és akkor itt is látszik, hogy ugye ezek a rezgés tömegek vannak, kanyar stabilizátor is ide van bekötve, elég nagy zsúfoltság van itt, de hát ennyi hely van, fémbevonatú fékcsöveket látunk, ugyancsak. Szerintem ez egészen jó, és ugye a kávé futómű. Feltehetek egy teoretikus kérdést? Ugye ez a műsorunk első autója, amelyik nem vállalta a rendszámát objektív okokból, szerintem ezen a nézőknek amúgy sem kellett nagyon sokat gondolkodnia, de ahogy te most végignézel ezen az autón, és te egy olyan hatóság lennél, aminek erre azt kéne mondani, hogy ad rá rendszámot, vagy nem ad rá rendszámot, az jelenlegi átalakítások ismeretében adná rá rendszámot? Nem. Nem. Mutatom az a legfőbb érvemet, az itt az első féknél én azért nem adnék, mert ez a fékcső rögzítés nincs semmivel biztosítva a kilazulás ellen. Ha ez a fékcső megmozdul, bármilyen hatás, kap egy követ, ez a fékcső itt, akkor képes arra, hogy ezt a kötést lelazítsa. Ugye ismerjük a hagyományos fékcsöveket, vagy van egy ilyen négyszög profil, vagy biztosító lemez, pár ilyen aprósággal ennek a műszakiját simán megengedném, engedélyezném, de például ez egy olyan dolog, ami miatt ezt azt mondanám, hogy inkább ezt kerüljük el. Nem nagy dolog. Egyszer gondolni kell rá, meg kell csinálni, ebben a fogadóban még helye is van, könnyen meg lehet csinálni. Megint rajzoltál szépen. Nagyfék. 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 Mire jó a nagyfék? Rengeteg dilemma, rengeteg diskurzus folyik erről, hogy mire jó a nagyfék. Összességében nagyfékkel fékerőt nem lehet növelni. A fékerő mindig azon múlik, hogy a kerék meg a talaj között mekkora tapadás van. És ha ugyanolyan tapadásunk van egy adott kerék és a talaj között, akkor a fék nagyobbításával, növelésével nem fogunk nyerni további fékerő, további lassulást. Természetesen a fék lehet tartósabb, tehát jobban bírja a melegedést, a pályázást, a hirtelen lökésszerű használatot, mint ha ki akarsz menni egy autópályán és a parkolóban meg akarsz állni, amúgy sem jó, de ha mégis ez a helyzet, akkor megnyomod a féket. Itt azt próbáltam érzékeltetni, hogyha van egy kis tárcsád a nagykerékben, és a féknyereg tud valamilyen erőt, egy adott erőt, akkor itt egy kisebb karon ébred ugyanazon a nyomaték. Ha egy nagynak tűnő féknyergen alkalmazol egy nagyobb féknyerőt, akkor a nagyobb erőkarral, mondjuk akár egy kétszeres erőkarral, akkor nagyobb féknyomatékot tudsz létrehozni, de mindez csak akkor érvényesül, ha megnöveled a tapadást is. Ennek szerintem az egyik legjobb módszere. Szélesebb gumi. Egy jó gumi. Pontosan. Szélesebb vagy jobban tapadó. Akkor tudod kihasználni azt a töbletet, amit a nagyobb fék esetleg neked jelent, abban, hogy kevésbé melegszik, jobban elvezeti a hőt. De ne felejtsük el, az egyszerű fékeknél a nagyobb tárcsa, a nagyobb nyereg, az általában nehezebb is. Rúgózatlan tömeg. Rúgózatlan de tömeg. De sokan, hogyha mondjuk kötöttek a lehetőségeik, mert mondjuk a géposztályuk nem engedi a fékcserét, vagy egyszerűen nem akarnak nagyobb kereket feltenni, akkor sokan mondjuk a betét és a tárcsa cseréjével más keveréket alkalmazva. Nagyon jó gondolat, igen. Ugye itt is néztük, hogy a nyereg egyrészt, vagy a tárcsa egyrészt luggatott, másrészt voltak benne olyan bordák, olyan hornyok, amik ezt az éget felületet leveszik a betétről. Egyébként a rezgéseket is tudják befolyásolni, és valóban, ha abban kell gondolkodni, hogy a tárcsa és a betét közül melyiket választ, hogyha jobb lassulást akarsz,
akkor a betét egyértelműen kicserélhetsz 10 féle tárcsát, nem lesz olyan érdemi változás, mintha egy jó csúrlódási tényezőjű betétet használnál. Tehát ha valaki akar jobb féket, vegyen jobb betétet. De legelőször jobb gumit, így mert van. Az lesz a legtetőbb. Gumi, betét, és hogyha ez sem elég, akkor el lehet gondolkozni a méretek növelésén, csak vigyázz, akkor az hozza magával a felnit is. A felnit is hozza magával, beleférsz-e. Nyilván egy nagyobb felniben a kisebb féktárcsának a hűtése talán jobb, jobban lehet a levegőt irányítani. Megfigyelhető, hogy ennél az autónál a konstruktőrök úgy találták ki, hogy az első tengelyen belülről kapjon levegőt a fék, míg a hátsó tengelynél kívülről jut be a fék tárcsába a hűtő levegő. Tehát a belső hűtésű fékeknél az is fontos, hogy honnan érdemes ezt levegővel megtáplálni, rásegíteni. Az első rendszámos autónk. Nyilván ezzel az autóval így most, hogy mondjam, van félnivalót. Hogy kezeled ezt az egészet? Én igyekszem nem olyan rendezvényeken megjelenni ezzel az autóval, ahol erre különösen ki vannak hegyezve az ilyen ellenőrzések. Nem is nagyon kenyerem az a közeg. Én ezt élményautózni csináltam, és arra is használom, utazunk vele néha pályanap. Mennyit megy egy évben? Most lesz júliusban egy éve, hogy padolt az Emiléknél. 10 000-et mentem vele körülbelül egy év alatt. Az hobbi autós szemben egy amiből amúgy egy másfél hónapot állt, mert volt egy leömlő repedésem rögtön a padolás után, az ment is a levesbe, és azóta ez a leömlő is elrepett még egyszer, és amúgy most a gyűjtőnél megint lyukas, úgyhogy erre kell megoldást találni, de igen, egy 10-est megyek vele durván évente. Ez azért ügybesül. Igen, tehát ez már ott van, hogy majdnem a napi használós lenne, aki olyan úgy dolgozik, úgy él, annak kb. Ez a 10 000 ez fedezné ezt. Ez egy nagyon átlagos, igen. Így van. Ezen ez egy komoly dolog, hogy ezt bevállalod, megcsináltad, és látom, hogy itt is ugyanazt veszem észre, hogy az építés az egy nagy élmény, és mellette persze a használat. Most egy kicsit elmész pályanapra, nyilván igen. Az is ad egy kis adrenalint, de ezt te csináltad. Igen, én ezt szeretem. Én az építés részét amúgy szerintem jobban élveztem, mint a használatot. És szeretnék majd, ha úgy adja lehetőségem nekiállni rendszám nélküli autónak is, ahol már nincsenek ilyen dolgok, hogy most milyen ülés van benne, mennyi kárpit, mennyire néz ki kívülről úgy, mintha ez a forgalomba való lenne. Van olyan elképzelésem is, hogy ez a motor kikerül ebből, kap egy gyári állapotot, és ezzel a motorral építek egy ilyen karosszériát, aminek nincs papírja, és nyilván kisebb értéket képvisel a piacon. Jól látod, ez már valóban van piaci értéke, hogy beszéltünk. Igen, a klasszik kategóriát, ez már bőven eléri. Igen. Ott az S4 az nagyon értéknövelő tényező, és hát összességében tényleg nyújt valamit. Tehát ez használható autó, azzal a komforttal, azzal a zajjal, ami akkor tényleg a csúcs környékén. Mindig, az ember hobbi autózik, mindig valami különlegeset keres. És azért ebbe akár műszaki vonalon, akár teljesítményet tekintve, ez egy nagyon különleges autó. Én szomorúnak tartom, hogy ezt nem lehet rendszámozni, mert ahogy te is rámutattál, nem nagyon sok dolgot kéne rajta, így van. Hogy mondjam, kifaszázni, tökéletesre húzni, hogy ez az autó ez teljesen biztonságos, hobbi autó legyen. Nem is mindig pénzkérdés ez, tehát az SQ gyárihoz, ha kötődünk egy kicsit, itt nagyon kevés olyan dolog van, amin javítani kellene. A nyereg, ugye mégis azt mondom, hogy egy gyári alkatrész, nem egyedi készítés, egy másik autóból ugyan, de ha azt a féksövet megpróbáljuk felhasználni, akkor lehet, hogy ez a probléma már meg is szűnt, nincs is megoldódott. Mert akkor ott már ez a rögzítés megvan. Ezt lehet, hogy egy kicsi átgondolással lehet finomítani, fejleszteni, de tényleg apróságokon múlik. A többi része ugye, nincs annyira drasztikusan átalakítva, hogy komoly problémák lehetnének ebből. Tehát akár az etély, akár a berugózás, akár a szabad magasság. Ugyan láttunk néhány keréknyomot a lemezen belül, főleg hátul, de nem drámai. Az egyszer megvolt, tele volt pakolva, kicsit ide berugózott, kicsit még hármat himbálózott, kész. Most van benne egy ilyen rugó, ezzel ha beállítja a szabad magasságot, akkor ez teljesen jó lehet. Így van.
Akármi is a terv az autóval, akármi is lesz a hajtás sorsa, drukkolunk hozzá. Köszönöm. És gratulálunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy elhoztad. Én nagyon örülök, hogy elhoztad. Antinak is, hogy gondolt erre az autóra, mert megint egy olyat hozta, hogy elkezdtem vágyakozni. Igen, az a baj, hogy ilyenkor nagyon könnyű ezekre vágyakozni. Igen. Ha ti is vágyakoztok, iratkozzatok fel, nyomjatok fel csengőt, lájkot, és hamarosan folytatjuk. Ez itt a Pedig jó ötletnek tűnt, az Eskügyári arrovata, ahol Béla az évek alatt összegyűjtött mindenféle nem annyira jó műszaki megoldásokat mutatja meg nekünk képeken. Ő megkérdezi, én pedig megpróbálom kitalálni, hogy mi a hiba. És előtt azért azt mondjuk ki, hogy itt pusztán azért mutatunk ilyen képeket, hogy ti, aki esetleg autót építetek, vagy autót átalakítotok, már ne a saját károtokon tanuljátok meg, hogy hogyan lehetne jól megcsinálni valamit, az legyen a mi kárunk, vagy másoknak a kára, ti meg pedig meg tudjátok tanulni a jót. Anti, a szépen kívül mit látsz? Ambivalens érzések keringenek bennem, mert itt, szépen mondjam, a pénz el volt költve, mert külső túlfolyó tartályos, állítható futómű van, ITB-s szívóoldal van, tehát hengerenkénti pillangós szívóoldal van, gyönyörű szívócsőbefecskendezéssel, még valami hangolt dobozt is látok. Itt viszont, mintha nem is tudom, a lelkesedés vagy a pénz fogyott volna el, ez egy vízvezeték, ez egy szennyvízcsőkanyar, így van, ami így van. Nem feltétlen baj. És majd biztos megtudjuk, hogy mi a hivatalos neve annak a 90 fokos könyöknek, ugye ők talán könyöknek nevezik, így van. De amit itt inkább problémának látok, az a az ez a bordázott cső. Azért a 90 fokos könyöknek megvan a problémája. Ha megnézed a belső sugarát, akkor az lényegében nem is ív, nem is sugár, hanem gyakorlatilag egy valódi sarok, egy törés. Ez jelentősen leszűkíti a keresztmetszetet. És ez egy szívómotor, tehát a levegő akadálytalan beáramlása az a legfontosabb. Ha megnézzük itt a kipufogó kialakítását és a szívó csónknak a keresztmetszeteit, tényleg a hengerenkénti pillangószelepeket, akkor itt valódi komoly motor megoldás lehet, és ezt ott egy 90 fokos belépő könyökkel, így van, ezen kívül van az a csőcsonk, ami igazából, vagy flexibilis cső, a motor mozog, ugye a karosszérián ez az arany fóliázott beszívó rész ugye fix, a kettő közötti mozgást valóban ki kell egyenlíteni. Erre nem olyan rossz megoldás ez a megoldás, hiszen belül azért viszonylag egyenletes a felület, jobb, mint amit láttunk a múltkor a szívócsőnél, mert az sokkal jobban hajlott. Igen. Ide ez tökéletes, de az a 90 fokos könyök, ahogy ők nevezik, ahogy valóban ez a neve, megöli. A levegő nem tud bekanyarodni olyan éles szögben. Kívül megvezeti az ív, és pont azt érik el vele, hogy a kanyarodás után ott leszűkül a keresztmetszet, a belső sugáron nem lesz áramlás, és csak kívül nagy sebességű, nagy ellenállású áramlás lesz. Persze itt elemezhetnénk még több mindent, a fóliás bevonás, a szalagos hozzáragasztás nagyon jó, hiszen ami a torlónyomást nem engedi elszökni, az igazából tényleg bejut ebbe a szívórendszerbe. Gyanítom, hogy itt valahol egy lap szűrő is van, tehát levegőszűrő is van benne. Illetve reméljük. Igen, ez egy rallycross autó, ahol azért port szívhat a motor, de hát van egy igazi vízvezetékkönyök. B16? Ez egy Suzuki, egy Swiftben. Én lehet, mi? Ez nem Honda? Ez még lehet, hogy egy Super 1.6-osnak is a motorja. Szép.